Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Iskola bezárás. Egyre kevesebb diák járt a Szentmórba, ezért ez lesz az utolsó tanév ott. Utca felújítás. 232 millió forintot költenek a Paksi Anna utcára. Drágulás. Többe kerül a paprikának kilója, mint a húsé. Géza hódolat. Megválasztották a bátaszéki gimnázium uralkodóit. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Bezárja a Pécsi Egyházmegye az idei tanév végén a Tolnai Szentmór Katolikus Általános Iskolát. Az odajáró gyerekeket a város más iskoláiban helyezi majd el a kormányhivatal, a pedagógusoknak pedig felmondanak. Az egyházmegyénél azt mondják, azért döntöttek így, mert az iskolába évek óta egyre kevesebb diák jár. Keresztet vetettek a Tolnai Szentmór Katolikus Általános Iskola diákjai még 2017 végén, mielőtt leültek reggelizni. A gyerekek ekkor még jó ízűen ettek, nem sejthették, hogy alig másfél évvel később eljön az iskolájuk utolsó tanéve. A több mint 20 éve egyházi fenntartásban működő Szentmór bezárásáról néhány napja rendkívüli szülői értekezleten tájékoztatták a szülőket és a diákokat. A döntés mindenkit váratlanul ért, mert a fenntartó a Pécsi Egyházmegye 2016-ban még az egykori Sztárai Gimnázium fenntartását is átvette. Akkor arról szóltak a tervek, hogy még egy óvodát is szeretne működtetni Tolnán az egyház. Évek hosszú sora óta próbáltuk megkeresni ennek az intézménynek a helyét és szerepét, amit a közoktatási, az egyházmegyei közoktatási stratégiában szántunk neki, és hát sajnálatos módon, hát a legnagyobb sajnálatunkra ezt nem sikerült megtalálni, ezt a helyet ennek az intézménynek, olyannyira, hogy egyre inkább a tanulók elmentek az intézményből. Az iskola valóban kis létszámmal működik. 8 évfolyamban mindössze 85 diák jár. Ők az idei tanévet még itt fejezhetik be, az pedig, hogy a következőt hol kezdhetik meg, a kormányhivatal jelöli majd ki. De hogy az itt dolgozó pedagógusoknak és a két technikai dolgozónak hol lesz munkája, egyelőre nem lehet tudni. A tanárok közül 9-en óraadóként vagy nyugdíjasként dolgoztak, a többieknek a tanév végén új munkahelyet kell keresniük. A jogszabály szerint fogjuk a felmondását elindítani. A jogszabályok szerint nyilván végkielégítéssel, illetve felmentési idővel fogjuk ezt a munkaviszonyt megszüntetni. De hát természetesen a tanév végén. Az iskola épülete tehát az idei tanév végén kiürül. Az egyházmegye nem tervezi azt eladni, az ingatlannal kapcsolatos további terveikről viszont még nem árultak el semmit. Internetes csalót fogtak a Tolna megyei rendőrök. A török Szent Miklósi férfi az egész országban legalább 37 embert vert át úgy, hogy online kínált eladásra értéktárgyakat, ám azokat nem küldte el a vevőknek, akik viszont minden alkalommal elutalták neki a vételárat. A férfi úgy bukott le, hogy egy tolnamözsi áldozata feljelentést tett. Most több rendbeli csalás miatt indult ellen eljárás. Az e-mobilitási program részeként hamarosan két elektromos autót vásárol a Paksi önkormányzat. A zéró káros anyag kibocsátású kocsik a városi taxiforgalomban vesznek majd részt. Paksi taxisok vezethetik majd és fuvarozhatnak velük. Az együttműködés tudnivalóiról a taxisoknak szóló fórumon számolt be az önkormányzati tulajdonú Proteus Holding ZRT vezérigazgatója. A DC töltők azok az úgynevezett egyenáramú töltők, ezek a villámtöltők, amiknél azt lehet mondani, hogy hozzávetőlegesen 10 perc alatt 100 kilométernyi hatótávolságot tesznek bele az autóba. Az elektromos autók villámgyors töltéséről is tájékoztatta a megjelent taxisokat a Proteus Holding ZRT vezérigazgatója a szerda délutáni fórumon. Az összejövetelt azért szervezte a cég, mert a helyi önkormányzat az e-mobilitási program keretein belül két elektromos autót vásárol. Ezeket paksi taxisok vezethetik majd. Erre a helyi taxitársaságok pályázhatnak majd, és gyakorlatilag a rendszernek az lenne a lényege, hogy induló költségek nélkül lehetőséget biztosítson számukra, hogy átálljanak elektromos járművel történő személyszállításra. A rendszert szeretnénk úgy felépíteni, hogy nem az önkormányzat határoz meg minden elemet.
Paksra két ilyen elektromos autó érkezik a taxizáshoz, a Proteus Holding ZRT vezérigazgatója szerint ezekre már nem kell sokat várni. Megváltozott a forgalmi rend a Szekszárdi Szluha-György utcában. A változás az ott található elektromos autótöltőállomás környékét érinti. A töltőt korábban egy helyi vállalkozó alakította ki, egy addig parkolóként működő utcarészen. A vállalkozó akkor kérte az önkormányzatot, hogy helyezzenek ki egy olyan táblát, ami megtiltja a töltő 10 méteres körzetén belüli parkolást. Az önkormányzat ki is helyezte a táblákat, amiket viszont most le kell venniük, mert az elektromos kutak működését szabályozó jogszabályi környezet azóta sem készült el. Sajnos kénytelenek vagyunk a korábbi döntésünket figyelembe venni, mindaddig még hivatalos rendelkezés nem fog erre születni. Erről szólt ez a napi rend. 232 millió forintból felújítják Pakson az Öreghegy irányába nagy forgalmat bonyolító Anna utcát. A területen parkoló is épül a Bezeridi iskola szomszédságában, valamint 14 millió forintból leaszfaltozzák a Bilitói városrészen az iskola utcát. A felújítási munkálatok érintik a közműveket, a járda és útfelületet. Jövő héten megkezdődik Pakson az Anna utca teljes körű felújítása. A faltól falig történő beruházás munkálatai két ütemben zajlanak. Majd a Szent Háromságtól a Hegyalja útig terjedő szakasszal kezdik. Az ütemezés igen fontos, hiszen az Öreghegy irányába nagy forgalmat bonyolít le az Anna utca, ahol a környező utcákban is forgalomkorlátozásokra lehet majd számítani a munkálatok ideje alatt. A legnagyobb része mind időben, mind munka mélységében az a közműveknek a kiváltása lesz, és hát emiatt itt sajnos teljes, nagyon keskeny is ez az utca, emiatt teljes útzárat kell kérnünk. A légvezetékek eltűnnek, ezáltal teljesen új arculata lesz az utcának. A Bezeridi iskola torna csarnoka mellett 11 új parkoló is épül. A Hegyalja utcai csomópont pedig jelentős átépítésen esik át. A burkolt felület nagysága csökkenni fog. Ez annak érdekében fog megtörténni, hogy a gyorshajtási hajlamot egy kicsit visszaszorítsuk, ugyanis ebben a kereszteződésben azért elég veszélyes tud lenni a közlekedés. A Biriton található iskola utca is megújul május elejéig 14 millió forintból. A kivitelezésekről szóló szerződést a napokban írta alá Szabó Péter polgármester és a kivitelező cég ügyvezetője. Az Anna és a Biritói iskola utca felújítása összesen 246 millió forintos önkormányzati beruházásból valósul meg. Az Anna utca teljes körű rekonstrukciójával július 31-éig kell végeznie a kivitelezőnek. Óriási mértékben drágultak a zöldségek és a gyümölcsök egyetlen év alatt. Az áremelkedés hátterében a kedvezőtlen 2018-as időjárás áll. Előbb fagy, majd asszály nehezítette a mezőgazdászok dolgát. Piros bimbós állapot alakult ki, és hát ez 6-7 foknál többet nem bír. Már ügyeztek a barackfák ezen a kisvejkei ültetvényen március elején, amikor egyik éjjel mínusz 15 fokra hűlt a levegő. A zord időjárás megtizedelte a rügyeket. A barackos tulajdonosa már akkor azt mondta, volt olyan fasor, ahol minden elfagyott. Most azt látom, hogy gyakorlatilag az egyik fajtám 100%, a másik fajtám még reménykedünk, hogy néhány rügy maradt. A márciusi fagyokat néhány héttel később tartós szárazság követte, a gazdák már akkor arról beszéltek, hogy nagyon meg fognak drágulni a piaci termékek. Nem is lett ez másként, sok zöldségféle most nagyjából kétszer annyiba kerül, mint máskor. A paprika kilója például 1500 forint körül van. Én azt látom, a zöldség, konkrétan a zöldség az, annak fölment az ára. Hát többi is egy picit, de az a legjobban úgy gondolom. Ettől függetlenül meg kell venni. Hát igen, igen. Nagyon finom húslevesből. Fölment az ősztrék ára, fölment tényleg eléggé. Hát egyik helyen kevesebb, több, de az itt tavaly szárazság is, hogy azért, de fölmentek az ősztrék ára, elég jól. A tavaszi fagy és a nyári asszály miatt idén hamar kifogytak a hűtőházak zöldségkészletei. Ráadásul vannak termékek, mint például a burgonya, amiből a termőterület folyamatos csökkenése miatt minden évben nagyjából januárig tartanak ki a hazai készletek. Franciát hozok, és azt viszik. Úgyhogy most már rá is kérdeznek többen, hogy ugye nem magyar, mondtam nem.
pedig a legtöbb felmérés szerint folyamatosan nő a lakosság által fogyasztott zöldség és gyümölcs mennyisége, még az emelkedő árak ellenére is. A háztartások átlagosan 4 naponta vesznek nagyjából 2 kilót ezekből a termékekből. Elfogadták a Tolna megyei közgyűlés képviselői a szervezet idei évre tervezett egységes marketing tervét. A programban kiemelt szerepet kap a megyei értéktárba már felvett, és a még felvételre váró elemek minél szélesebb körű népszerűsítése. A terv által a képviselők elsősorban a megye turisztikai vonzerejét növelnék 2019-ben. Nagyon-nagyon sok olyan értékünk van, ha a sárközi szőttesekre gondolok, vagy néptáncra gondolok, vagy eleve energetikára gondolok, hogy a termálvizekre gondolok, ezeket mind-mind megfelelően kellene bemutassuk, és tulajdonképpen ez az, ami a mi marketing tervünkbe szerepel. Véget ért a kampányidőszak, amibe még ismert embereket is bevontak a bátaszéki gimnazisták, és megválasztották a II. Géza gimnázium új királyát és királynőjét. A hagyományokhoz hűen a királyválasztást követően a diákok hódolatukat fejezték ki uralkodójuk iránt. Az iskola névadójához fűződő rendezvénysorozat egyik állomása ez. És most is arra gondolok, hogy hát nálatok királynő választás. Ezt nem tudom pontosan, most általános királynő vagy szépség királynő, de mindegy, a lényeg a királynő. És én arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy szavazzatok Roxira, legyen Roxi a királynő. Sziasztok! Még Csonka András színész is Renkec Roxana bátaszéki gimnazistának szurkolt egy közösségi oldalra feltett videóban, hogy nyerje meg ő a királynő választást. Végül a 11. osztályos lány sikerrel járt, ő lett 2. Géza gimnázium királynője. Pár úgymond hírességet is szereztem így, vagyis igazából a barátom szerzett, és megkértük őket, hogy egy úgymond kampány videóban mondják el, hogy rám szavaznak, köztük ilyen volt Csonka András is. Géza király pedig az akcióhősök iránt rögeszmésen rajongó Flóderel Károly lett. Nagyon jó érzés, mert amióta először láttam egy ilyen királyválasztást, azóta szeretnék én is király lenni. A bátaszéki 2. Géza gimnázium minden évben megválasztja uralkodóját és uralkodó nőjét, akik egy éven keresztül képviselik az intézményt a város jeles eseményein. A hagyományokhoz hűen a királyválasztást követően a diákok hódulatukat fejezték ki az uralkodójuk előtt. Vagyis a gimnázium minden osztálya írt egy humoros szöveget az uralkodó párról, amiből kiderült, mi jellemzi őket, sőt még közös titkukra is fény derült. Szívből gratulálunk a királyi párnak, akik 2 éve nyáron titokban együtt jártak. Az iskola névadójához fűződő rendezvénysorozat egyik állomása ez. Ez egy nagyon régi hagyomány. 1988-ban vette föl az intézmény a 2. Géza nevet. Ugye 2. Géza király alapította Bátaszéken a ciszterci apátságot, és ez volt Magyarország első ciszterci monostora. Tiszteletből választotta az iskola, korábban nem volt neve, csak bátaszéki gimnáziumnak hívták. A következő évben volt az első királyválasztás és királykoronázás, még nagyon szerény körülmények között. Az iskola névadójához 2. Gézához kapcsolódó rendezvénysorozat az új uralkodók beiktatásával zárul majd március 1-én a Géza gálán. Az óvodás farsang minden évben egy jelentős esemény, amelyre hosszasan készülnek a bátaszéki óvodában. Idén fánksütéssel, táncházzal hangolódtak a gyerekek a mulatságra, a farsangi bál pedig busó állarcos vendégekkel vált még különlegesebbé, akik először az intézmény falain belül, majd a városban felvonulva kereplővel a kezükben űzték el a telet. Ki kell emelnem a szülői segítséget, úgy a fánkészítésben, úgy abban, hogy ez a mai nap is így ki tudott alakulni, össze tudott jönni. Ez a mai nap, ez a koronája a mi farsangunknak. Egyrészt nem előtt tartottuk azt, hogy a csoportok külön-külön is maguk is farsangoljanak. Ugyanakkor ez a közös farsang, ez nagyon-nagyon jó lehetőség a közösségépítésre, a közös élmények megszerzésére. A Magyar Cságány Szövetség edzői bizottsága és Páncél Gábor szövetségi kapitány felkért több egyesületet, hogy működjenek módszertani műhelyként. A programba a szekszárdi Gement judó esét is beválasztották.
Egyetlen kis klubként ők mutathatták be több száz edző jelenlétében az úgynevezett lábtechnikák oktatásának általuk képviselt módszertanát. Nagyon nívós közegbe kerültünk, hiszen olimpikonok, olimpiai érmesek tartottak a saját technikájukról bemutatót. A mi felkérésünk az a lábtechnikák a gyerekkori, utánpótláskori szinten való oktatására irányult. Nagyon boldogan és nagyon megtisztelve éreztük magunkat a Dáviddal, hogy meghívtak minket. Hát egy jó fél órát kaptunk rá, megpróbáltuk azt a tudományt átadni, illetve a tanítási menetet, amit mi itt a Gemes Gyurónál csinálunk. 200-250 ember előtt tartottuk, egy kis lámpalázunk is volt, de én úgy érzem, hogy sikerült, és a végén sok gratuláció is volt, hogy kimertünk állni. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Országos hírű szakképzést akarnak Baranyában, szigorítják a gyakorlati oktatók kiválasztását. Suliban neveli az ebeket, az egyéni képzésben hisz a volt kutyakiképző. Érzékenyítő és interaktív foglalkozások országszerte a Magyar Parasport napját ünnepeljük. Országos hírűvé tennék a pécsi szakképzést, ezt szeretné elérni a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Erről is beszéltek a minden évben rendszeresen megtartott szakképzési fórumon, melyet idén február 21-én tartottak. Szigorítják a gyakorlati oktatók minősítését, ettől várják a szakmai képzések színvonalának növekedését. A fórumon szó esett a szakképzés finanszírozási kérdéseiről, az adózási változásokról és az adminisztratív kötelezettség. Megtelt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara zsolnai terme csütörtök délután. Gyakorlati oktatók, intézményvezetők, cégek képviselői jöttek el a gazdasági önkormányzat által szervezett szakképzési fórumra. Ezen a gyakorlati oktatást érintő változásokról, kötelezettségekről, finanszírozási helyzetről tájékoztatnak a szakértők. Szeptembertől például szigorodnak a feltételek az oktatók esetében. Csak olyan gyakorlati oktató foglalkozhat a szakképzésben tanulók gyakorlati képzésével, aki rendelkezik kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal. Változások vannak a gyakorlati képzőhely ellenőrzésben és a határozatoknak a meghatározásában. Szigorítani fogjuk, hogy ki lehet gyakorlati képzést végző, és megköveteljük a legmagasabb minőséget. Elvárásunk az, hogy mindenki, aki gyakorlati képzéssel foglalkozik, és tanulókat tart, és tanulószerződéses rendszerben dolgozik, az a legmagasabb színvonalon végezze ezt a tevékenységet. Cél, hogy országos hírű legyen a baranyai szakképzés színvonala. A tanulók oktatásának finanszírozási kérdései minden évben fontos téma. Erről szintén beszéltek a szakemberek a fórumon. Ez a rendszer mindenképpen ad minden vállalkozásnak elegendő összeget arra, hogy azokat a tanulókat, akiket vállaltak, azokat megfelelő színvonalon tudják oktatni. Nem tudjuk, hogy a későbbiekben ebben milyen változások vagy hogyan lesznek. Minden évben egyébként finomítják a rendszert, és minden évben egy kicsit jobb, minden évben van egy kicsivel több pénz, vagy esetleg olyan lehetőségek, amelyeket segítik és támogatják a képzőket abban, hogy minél többen vállaljanak tanulókat. Kiderült, idén is indulnak mesterképzések. Három szakmában kőműves, autószerelő és szakács. Ezekről a területekről várják majd a jelentkezőket a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. A cégkapunyítási kötelezettség nem csak a gazdasági társaságokra vonatkozik, mondta stábunknak az adóhatóság megyei szóvivője. Január 1-től minden gazdálkodó szervezetnek kötelező a cégkapu használata a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal történő kapcsolattartás során. Ez a kötelezettség nem csak a gazdasági társaságokra, hanem a többi gazdálkodó szervezetre is vonatkozik. A cégkapuval kapcsolatos összes információ, valamint a használatát segítő videó a NAV honlapján érhető el a www.nav.gov.hu oldalon. A cégkapunyítási kötelezettség nem csak és kizárólag a gazdasági társaságokra vonatkozik, hanem az egyéb gazdálkodó szervezetekre is, így például az adószámmal rendelkező alapítványokra és egyesületekre is. Tehát nekik is nagyon fontos az, hogy a cégkaput megnyissák, és ezen keresztül tartsák a kapcsolatot az adóhivatallal. Van, hogy a kelleténél temperamentumosabb vagy agresszívebb a kutya, de az sem ritka, hogy szorong valami miatt. Ezek mind befolyásolják a magatartását.
Skrek Rolandnak minden helyzetre van megoldása. A kaposvári rendőr nemrég szerelt le, de nem szakad el a kutya kiképzéstől. Kaposmérő regulázza meg az ebeket. Él. Feküdj. Él. Feküdj. A legegyszerűbb utasításokat kell először megtanulniuk a kutyáknak. A nevelés csak ezután következik. Skrek Roland 21 év után szerelt le, kutyás rendőrként dolgozott és végezte az ebek kiképzését. A rendőrkutyák mellett pár éve ismerősei kedvenceinek nevelésében is segített. Most pedig sulit nyitott az ebeknek kaposmérőben. Mint mesélte, az egyéni, kutyára és gazdára szabott képzésben hisz. Az első 10 órában Skrek Roland egyedül dolgozik a négy lábúval, azt követően a gazdit is bevonja a munkába. Ez a szisztéma, ami szerint én dolgozom, körülbelül egy ilyen 30-40 alkalom alatt letisztázza ezt a problémát, oly módon, hogy segítem a gazdinak a kutyus megtanítani, falka tréning, úgymond több kutyus, ilyen kutya óvoda keretén belül több kutyus jelenlétében, akik segítik úgymond az én munkámat képzett, illetve a tanított kutyák, vagy hasonló természeti karakterű kutyák, mint amilyen a gazdi kutyusa. Nem a szigor, hanem a következetesség és a kontroll fontos a kutya nevelése során, de a pozitív megerősítés is elengedhetetlen, mondta Roland. Megtanítható a kutyussal, hogy vendégnél a helyére menjen, kocsibeállásnál ne szökjön el, vagy éppen akkor induljon csak el, amikor a gazdi hívja. Játszani! Zara az ugatástól hangos utcán póráz nélkül nyugodtan sétál, megtanulta már kizárni a zavaró körülményeket, például a többi ugatós kutyát. Ilyen környezetben ugye ott marad és kizárja és csak rám tud figyelni, az azt jelenti, hogy ugye most már nem fél annyira. Az az, hogy annak köszönhetően, hogy velem való kontaktba, illetve hát a gazdival pedig a gazdival való kontaktba. Az nagyon ügyes volt. Temperamentumos, agresszív vagy éppen szorongó kutyával egyaránt volt már dolga Skrek Rolandnak, aki azt mondja, fiatal és felnőtt korban egyaránt lehet formálni az ebeket. Például a leggyakoribb probléma, tipikus szituáció, amikor jön egy nagyon domináns, erőszakos kutya, általában egy megengedő típusú, anyáskodó típusú fiatal vagy kicsit idősebb hölgyel. Tehát őket egyébként, mivel két különböző karakterű lényről van szó, őket a legnehezebb alkalmazkodtat, úgymond hosszú távon egymáshoz. Van, hogy gyerekekkel vagy más kutyákkal nem megfelelően viselkednek az ebek, ezen is lehet változtatni a tréningek során. Skrek Roland visszafogja a házi kedvencek temperamentumát, a szorongókat pedig próbálja kinyitni. Mindent a kutya idegrendszeréhez és az adott problémához igazítva. Második alkalommal ünnepeljük a Magyar Parasport napját február 22-én. Országszerte érzékenyítő és interaktív osztályfőnöki, valamint rendhagyó testnevelés órákat tartanak. A pécsi Kovács Béla általános iskolában már csütörtökön is lezajlottak a lélekmozgató elnevezésű programok. A tanulók azt próbálják éppen, hogy milyen nehéz bekötött szemmel végigmenni egy akadálypályán. De a segítőnek is komoly feladata van, hiszen társa teljes mértékben az ő látására támaszkodik. Akadályokon kellett átmenni, úgyhogy volt egy pár, és annak az egyiknek be kellett kötni a szemét, a másiknak pedig végig kellett vezetnie. A gyerekek az úgynevezett csörgőlabdát is kipróbálhatták az érzékenyítő napon. Kipróbálnám, de tudom, hogy nagyon nehéz. A lélekmozgató elnevezésű programot a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége tavaly rendezte meg először. Az érzékenyítő programhoz csaknem 500 oktatási intézmény csatlakozott, köztük a pécsi Kovács Béla általános iskola. Idén nem csak az általános és középiskolákat, hanem az óvodákat is bevonják a programba. Akik azt vártam például a nyolcadikosok, hogy nem akarnak részt menni is. Az ablakba kukucsgáltak és nézték, hogy milyen pálya, és meglepetésemre mindenki végigpróbálta, és nagyon-nagyon érdekes érzékelést és másságot megtapasztalták azt, hogy mennyivel másabb nekik úgy sportolni, hogy a szemük világával nem tudnak gazdálkodni. Tehát nagyon nyolcadikosok, a picik örömmel és nagyon-nagyon vidáman, és utána megkérdeztük a gyerekeket, hogy hogyan érezték magukat. Itt mindenki elmondta, hogy sokkal nehezebb, és a fogalmazásaikban is meg
megfogalmazták, mennyivel másabb ez a világ. Az iskolában több területen zajlottak a programok. A testnevelés órán kipróbálhatták a parasportágakat, magyar órán fogalmazást írtak a fogyatékkal élők életéről, osztályfőnöki órán pedig filmet néztek a diákok, de rajzpályázatra is benevezhettek. Péntekre pedig meghívták a komlói Egymi zsinórlabda csapatát, akik bejutottak a diákolimpiai országos döntőbe. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Iskola bezárás. Egyre kevesebb diák járt a Szentmórba, ezért ez lesz az utolsó tanév ott. Utca felújítás. 232 millió forintot költenek a Paksi Anna utcára. Drágulás. Többe kerül a paprikának kilója, mint a húsé. Géza hódolat. Megválasztották a bátaszéki gimnázium uralkodóit. Tolna megyében hétvégén már mérséklődik, de még élénk marad az északi szél. Többnyire derült, hideg idő lesz, hajnalban -4 fok körüli fagyra van kilátás, és délutánra is csak kevéssel fagypont fölé enyhül. Ráadásul a szél ront a hőérzeten, öltözzenek rétegesen. Éjszaka derült ég mellett teljesen legyengül a légmozgás. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!